Apa és lánya, két meghatározó miskolci művész alkotásaiból nyílik kiállítás péntek délután a Feledi Házban. Lukovszky László Munkácsi díjas grafikus festőművész és Lukovszky Ilona iparművész bőrművész műveit láthatják az érdeklődők. Lukovszky László Feledi Gyula hívására érkezett Miskolcra, majd bekapcsolódott a helyi képzőművészeti és közéletbe, részévé vált a miskolci képzőművészet megújulásának. Lánya többször elnyerte a Miskolci Téli Tárlat díját, és megkapta a Népművészet ifjú mestere címet is. Az utolsó simítások a pénteki megnyitó előtt. Felkerülnek a matricák a paravánra, hogy a vitrínben található tárgyak különleges részleteit is megismerhessék majd a látogatók. A kiállítás apa és lánya munkásságát mutatja be. Lukovszky László a 60-as évektől egészen haláláig egyik meghatározó képzőművésze volt városunknak, mind grafikában, mind festészetben. Lánya, Lukovszky Ilona, a bőrművességben, az iparművészetben alkotott maradandót. A kiállítás összekapcsolja apát és lányát. Itt a Feledi Ház időszakos termeiben van a kiállítás. Nem törekedtünk teljességre. Azt lehet mondani, hogy Lukovszky Lászlótól pár grafikát és néhány festményt mutatunk be. A grafikák zöme a Herman Otto Múzeum gyűjteményéből került most a kiállítás falaira. Ezt azért mondom, mert Ilonától a bőrtárgyak és itt a nemezek is magángyűjteményből, barátoktól, rokonoktól kerültek ide. Lukovszky László elkötelezett szocialista művész volt. Képeinek gyakori szereplői voltak a sajószentpéteri bányászok és a diósgyőri vasmunkások. Megihlette a borsodi és Miskolc környéki táj, nem ritkán az ipari környezet. Hát itt vannak a mancsok. És csontból meg vannak csinálva a farmok, ott vannak ki emelve. És ugye ennek is van, hogy a funkció. Tehát, hogy itt van, még itt szütyűt tartunk, tehát szépek, én azt mondom, hogy ezek tisztelnek is. Lukovszky Ilona kizárólag használati tárgyakat készített, bőrből, csontból, textilből. Az alkotás mellett oktatott is, és bőrművesség címmel tankönyve is megjelent. Rövid leírások, nagyon használható rajzokkal, ez mind Lukovszky Ilona rajzolta, nagyon sokat dolgozott a könyvön. A könyv díszkötéses példányát a kiállítás résztvevői is láthatják majd. A tárlat péntek délután 3-kor nyílik a Feledi Házban, a Deák téren. A kiállítás rendezői szeretnék még közelebb hozni az alkotókat a műkedvelőkhöz. Szeptemberben személyes tárlatvezetéseket is terveznek. Volt egy olyan elképzelésünk, és ez el is indult, hogy a tárgyakat úgy adták a tulajdonosok, hogy írtak hozzá kis szövegeket, hogy ők hogy viszonyulnak, hogy például az egyik nemes szőnyegre, hogy amióta megkaptam 32 évvel ezelőtt, most csak így találom, mondok egy nagy dátumot, azóta a lakásom éke is minden nap megnézem, és minden nap ad nekem valamit. Viszont a tér szűkössége miatt, és szerencsére, hogy nagyon sok tárgy beérkezett Ilonától, és a tisztelőktől, rokonoktól, Ilona alkotásaiból, úgy ezek a kis emlékek úgy lemaradnak a kiállításból, és ezt majd ott személyesen a szeptember elejéig is találkozón fogjuk megtapasztalni, vagy meghallani. A Lukovszky és Lukovszky emlékkiállítás szeptember 13-ig várja a látogatókat.